Üdvözletem mindenkinek, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy, hát egy ilyen különleges videó, köztes kiadás az új sorozat két része között lévő kiadás, hogy még egy kicsit rásegítsek arra, hogy hozzászokjunk ehhez a Call of Duty Ghost feelinghez. Mit láthattuk itt most? Csupa késelés, csak késelés, mert hogy hát egyik ismerősöm ezt Steamen rám írt, hogy hát neki annyira nem megy a Ghost, meg annyira killódik vele, hogy ő le fogja törölni csába. Én meg mondtam neki, hogy hát versenyezzen egyet velem, és akkor kibírja összeszedni a Juggernaut Maniacot csak késsel. Szóval késről késre fogunk menni gyakorlatilag, és csak késsel kellett volna, úgyhogy miközben én csináltam egy videót, ő neki is vágott kőkeményen, megcsinálja a challenge-et, összeállította a kés klaszt, és nem tudom hány meccs alatt csinálta meg, de kurva rövid idő alatt volt, és már posztolta is a képet, mert ő ugye nem tudta felvenni videót, stb. Már posztolta is a képet, hogy hát neki meglett a challenge, és nekem meg leesett az állam, mert mindezáltal 21-es statot csinált. Na most a legésznek az volt a lényege, hogy igyekezzem rávezetni arra, hogy egy kicsit másképp lássa a Call of Duty Ghostot, és kezdje el élvezni a játékot, és mikor megkérdeztem, hogy na milyen volt így a játék, akkor már mindjárt változott a véleménye egy kicsit, és ugye megint csak arra akarok rá. Ja, természetesen most már rajtam volt a sor, hogy hát megcsináljam ezt a Juggernaut Maniacot később, mégis csak nem maradhatok annyira alul, bár a versenyt ő nyerte meg 21-es, tehát én azt már rég elúsztam, 21-es tattal gyönyörű szerintem, azért csak késsel elmenni egészen egy Maniacig, az egész jó játék. Azt hiszem, szóval hazajöttem melóból, úgyhogy én is megcsináltam ezt a Juggernaut Maniacot. Egy-két játéknál sírtam, ordibáltam, kiléptem, csapkodtam, de amúgy összejött. És itt volna a lényeg, tehát két videó közötti átvezető, hogy úgy mondjam, bemelegítő, mert talán vasárnap töltöm fel a következő részt a másik videóból. Úgyhogy hogy mit is akarok én itt csinálni, hogy jobban hozzászokjunk ehhez a Call of Duty Ghost dologhoz. Mire is akarlak itt rávezetni? Arra, hogy ugye meséltem az első részben játékot, a játékban kihívást, és akkor én ezt még megtoldanám egy olyasmivel, hogyha már csinálsz egy kihívást, hogy hozzászok jobban a Call of Duty Ghosthoz, akkor játsszál nagyon szar fegyverekkel, perkek nélkül, attachmentek nélkül, tehát kezd ott úgy. Most ez csak a fizikai része, hogy szokjunk hozzá a Call of Duty Ghosthoz. Csak perkek nélkül, attachmentek nélkül, hogy miért mondom ezt? Azért, mert a Call of Duty Ghost nem Black Ops 2. Szóval sokan talán úgy érzékelik, hogy kevesebb az élet itt. Nem kevesebb az élet, csak a fegyverek kicsit többet sebeznek. Ezért nem tud eljátszani azt, mint Black Ops 2-nél, hogy hát kibírok egy-két golyót, azt lelövöm, és akkor így nem. Ezt most már így nem tud csinálni. Itt aztán újra meg kell tanulnod lopakodni, meg kell tanulnod bemenni a hátuk mögé, meg kell tanulnod a spawn rendszert, és meg kell értened azt, hogy a fegyverek itt másképp működnek, tehát nagyobb a mondjuk jobban elránt, hogyha lősz, jobban elránt, ha rád lőnek, meg kell tanulnod, hogy nagyobbat sebeznek, nem bírsz ki egy-két golyót. Gyakorlatilag van olyan fegyver, ami két golyóval öl, attól függ, hogy milyen fegyverbeállításon van, amelyik két golyóval is tud ölni. Úgyhogy erre például vigyáznak ki. Úgyhogy meg kell tanulnod óvatosabbnak lenni. El kell fogadnod, hogy ezek nagyobb pályák, jobban be kell menni, tehát jobban lehet trükközni, az emberek is jobban kezdenek el trükközni, jobban meg kell tanulnod célozni, és itt jön a lényeg, hogy miért kell használni szarfegyvert. Mert a szarfegyver, mondjuk egy Magnum, nagyon jó, most a Magnum az elég nehéz vele célozni, mivel lehet még nehéz célozni, KP-kkal mindenképp, gyengébb fegyverekkel mindenképp, tehát mit tudom én, fogjatok egy tényleg igazán gyenge fegyvert, és no perk, no attachment, és nyomjátok azzal, és lőjétek azzal, és igyekezzetek azzal elérni a legjobb statot, és útközben míg ezt csináljátok, tehát a cél az, hogy minimum legyen 10-zel jobb a KD ratio-tok, aki ezt könnyedén eléri, az emelje meg 20-ra. Szóval, hogy azért legyen kihívás, tehát ez a cél. Tanuljátok meg a spawn rendszert, mert itt már azért kicsit őrületesebb a spawn rendszer, mint Black Ops 2-ben. És még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy hangok,
Újra eljött a hangok ideje a Call of Duty-ban, hál' Istennek, és itt nagyon újra kell alapozni a hangokra. Utoljára Call of Duty 4-ben, MV2-ben figyeltem ennyire a hangokra, és most itt újra eljött a hangok ideje, úgyhogy nagyon figyeljetek a hangokra. Igyekezzetek megtanulni, ha használjátok Amplify-t az elején, bár anélkül is lehet hallani a hangokat elég jól. És hogyha már figyeltek a hangokra, figyeljetek arra is, hogy googoljatok, amikor szükség megkívánja, hogy ne legyen hangotok. Szóval szarfegyver, emeljétek meg azt, hogy legyetek elsők, szerezzetek magas kisztriket, vagy bármit, de várjuk ki a sorozatot is, amit csinálják, hogy mit akarok mondani teljesen, de ez még egy út azoknak a fizikai embereknek, akik fizikai oldalról közelítik meg a dolgokat, hogy hogyan legyünk jobbak. Tanuljuk meg az új spawn rendszert, mert őrületes. Tanuljunk meg óvatosabban játszani, mert nem bírunk ki egy-két golyót. Fogjunk szarfegyvert a kezünkbe, mert hogy itt nagyobbak a fegyverek sebzései, és jobban meg kell tanuljunk lőni. Másképp van a fegyver elrántása, mások a fegyverek, és úgy teljesen másképp kell, újra meg kell tanulni lőni, újra meg kell tanulni belopozni a hátuk mögé, újra meg kell tanulni pályaszerkezetet, meg kell tanulni a spawn rendszert, úgyhogy nem kell elkeseredni, hogy nem megy a Call of Duty Ghost is Pro voltál Black Ops 2-be, mert a játék, ez a két játék két külön dolog, így aztán másképp kell viselkedned, és ne felejtsd, itt nem bírod ki azt az egy-két golyót, és a submachine gunok nem olyan erősek, mint amilyen Black Ops 2-ben voltak. Itt meg kell válogatnod a fegyvert, hogy milyen pályán milyen fegyverrel mész, hogy milyen perket állítasz be, milyen killstreaket állítasz be pályánként, és ez lenne ennek a Call of Duty Ghost-nak a szépsége, hogy minden, szinte minden pálya megkíván egy játék lehetőséget, és én is azért. És meglátod majd, hogyha kirakod magadnak ezeket a kihívásokat, vagy akár mehetsz egy Juggernaut Maniacra is csak késsel. Ha kirakod magadnak ezeket a kihívásokat az úton, amíg megtanulod, hogy az új pályát, az új fegyvereket, az új spawn rendszer, figyelni kezdesz a hangokra, olyan drasztikusan megváltozik a játékot, hogy el sem hiszel. És másképp kezded el látni a dolgokat, másképp kezdesz el figyelni a dolgokra. És bevallom nektek őszintén, a sorozat már kész van, amit akarok csinálni, csak szépen lassan feltöltögetem, ez már egy azután lévő játék. Itt már még magasabbra akartam vinni az egész dolgot, és csak késsel akartam menni, azt meglátjuk, hogy meddig jutunk el. Emlékszem, én is elbasztam a Trinity Rocketet, tessék, parancsolj, én is elbasztam a Trinity Rocketet, és így mentünk el mind a ketten Juggernaut Maniacra, csak hát az a stat, amit te produkáltál, az nagyon jó volt szerintem, és az igazi kihívás lehetett. Szóval erre akartam kivütni, ez egy rövid köztes adás a fizikai embereknek, nem nagyon szeretek beszélni így a különböző játékok fegyver és különböző tulajdonságról, de itt érdemes megemlíteni azt, hogy a fegyverek magasabban sebeznek, itt nem bírsz ki egy-két golyót, más a spawn rendszer, más a pályaszerkezet, meg kell tanulni lopakodni egy kicsit, meg kell tanulni átfontolni, hogy mikor lősz, meg kell tanulnod újra lőni, nem Call of Duty Black Ops 2 módszerrel, úgyhogy ez egy kicsit más játék, felnőttesebb, hogy úgy mondjam, szóval nem olyan Black Ops 2 Run and Gun, azt itt nem tud eljátszani, azt nagyon ritkán tudod eljátszani, egy-két kisebb pályán talán meg tudod oldani azt, hogy Run and Gun, de még ott is sokkal gyorsabbnak kell lenni, mint mások, mert nem mindig bírod ki azt az egy-két golyót, szóval harcra felsrácok, szarfegyver, mint mondtam, killódjatok egy kicsit, mert a killódás közben fogjátok megtanulni a dolgokat a következő videóig. Sziasztok, nem sokára az is fel fog menni, remélem élvezni fogjátok, és annak is egy érdekes mondani valója lesz, de hát ennyi lett volna, íme a Juggernaut, nekem így sikerült megcsinálni. Szívesen felrakta volna a havernak a játékát, és azért 21-es stat jobb, mint a nem tudom hányos stat, nem igazán foglaltam se, de a lényeg az volt, hogy megvolt a dolog, és csak rá akartam mutatni azt, hogy egy kicsit másképp is kell nézni a Call of Duty Ghostot, mert hogy hát ez nem Black Ops 2, és itt sajnos a Run and Gun az nem fog annyira működni, mint ott. Köszönöm a figyelmet, valószínűleg vasárnap jön majd az új videó, ez egy ilyen kis köztes adás, hogy ne unatkozzatok így hétközben. Szóval, sziasztok! Lost Charlie! Securing C! Losing B! Friendly chopper inbound! Losing B!
We lost Bravo. Mission accomplished.